az az alap, hogy abból van bevételed, örömöd, sikered, előrejutásod, ami ténylegesen a szívedben van. Az örömmel, a boldogsággal, a szívbéli lelkesedéssel nem tudod megtolni a munkádat, akkor nem fog haladni. Nem muszáj, hogy azt az egy tevékenységet, azt mindig reggeltől estig 0-24 szeressük csinálni. Van, amikor lehet, hogy egy kicsit meg kell pihennünk, és valami mással foglalkozni. Ja, van egy alaptétel, hogy ha az utadon jársz, akkor boldog vagy, és ha boldog vagy, akkor az utadon jársz. Amikor küzdős, amikor nehéz, amikor éveken keresztül, 3-5 éven keresztül tolod és csinálod, és nem érzed, hogy nyílnak az ajtók, akkor valószínűleg ugye az nem, nem a te utad. Hogy a világ az nem boldog, és nem is csak arra kell törekedni, hogy boldog legyen az ember, hanem arra kell törekedni, hogy el tudja fogadni azt, hogyha az élet boldogtalan és boldog. Hú, ez azért nagyon kemény, mert megjelenik bennem az a kérdés, hogy mi van, hogyha tévútra vezeted az illetőt. Ez benned sosem jelent meg, hogy ez azért nagy felelősség, hogy azt mondod, hogy erre kell menni, és nem pedig arra. Mi van, hogyha ő úgy éli meg, hogy ez nem igaz?